Zephyr és Scarpino. Na, egyenlőre mindenki fenn van. Tegnapi felvételeim, én nem aludtam éjszaka. Ugye, ahogy kitöröltem. Nézd meg az esztikénk, megrázza a cicát. Esküszöm, de szép színek vannak most. Hú, de szép színek vannak, gyönyörű. Na, de tegnap szikrázó napsütés. Lassabban, kicsim! Jó, ez csak egy kicsit lassabban egész a célig. Diósi cica. Adj neki szárat, hosszabbat, hosszabbat. Pavel csődike. Mina a szalom. Hosszabb szár. Ez nagyon jó így. Jó. És orszigna a végén. Jó. Mindenki fenn van. Ezek is nagy dolgok ilyenkor télen. Azért imádkozik az ember, hogy ki esetleg, ki nem. Jaj, de jól van. Hát azért nem rendszeres az. Na, minden rendben? Mi van avval a Pavel csődivel? Fosztos a faszomat, hát élen elől megy így lógó száron. Hát adj neki hosszabb szárat, de mindenkinek mondom, hosszabb szár. Anyuska, körbe haza, ben vagyok, megvárom ezt a kettőt, bejött az Efirt Scarpino is. Hogy? Jó, 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 egy kicsit lehet lassabban, mert azért kemény a talaj. Tegnap még előre rúgta ezeket a morzsákat, attól bestoppolt, hogy meglát a morzsákat. Most valami, de most mit látott meg? Valamit kiszúrtott magának. Ez egy gödör, az tegnap is aha. Kiszúrta, és a sárga ment ott elő. Aha, de az sem ment elől most. Na, majdnem ráugrottam a hátára valamelyiknek. Jó, van, benn vagyunk, ott a Lajos, aztán haladunk tovább. Na! Körbe haza, érkezünk. Na, hol vannak ezek? Hát, na jó, itt az egyenesbe kéne lenniük. Még akármilyen kis galocsárét megyünk. Scarpinót és Zephyrt keresem. Jó nagy terület, de lehet, hogy átjöttek a... Nem tudom. Jó, hát a gyöpön várom őket, aztán följöttek, igen, rájöttek, hogy nem jó. Én mondtam, hogy nem jó a gyöp. Nem jó. Akkor jó, hogyha nagy hó áll rajta. Nagyobb hó ennél. Ez itt tökéletes. Szuper, de szép felvételek, Istenem, de szép színek. Zephyrke és Scarpino. Hoppa, egy cicuska. Jaj, de friss vagy az anyára, úristen. Egyben van a kis csőri. És hogy fejlődött sokat. Hát átment sok mindenen. Ez is teljesen későbbi. Aztán még lábtövét operálták, blablabla. Úgyhogy szóval végre nagy nehezen tudott egy versenyt nyerni, meg volt egyszer-kétszer plasszon, úgyhogy őszre már a Pavel barátom már nem volt olyan ideges. Ideges volt, de nem annyira. Good morning. Goodbye, good world. Két hete vagyok a Bee Gees fanklub tagja. Ilyen nappal. Jó zenét hallgatnak a szomszédaim. Ha akarják, ha nem. Na mi van? Jobb a píszek, ha? Jobb. Nem jó most. Ide sné, tolko, oké. Abba tak, ti, tú, ne dobre. Zephyrke, oké. Ez is el van, friss, de oké, ne? Hát de jó kondiba is van amúgy. Adj neki egy mázlival. Hagyj egyen a cucika. Tudod, ez a tiltó mérde. Doktor? Doktor, koji vadi krv, gleda tvoje sliku ja. I ti čo jedeš, čo ne treba jedeš. Jo, jo. A ne znam, jedan je ed ho na harom beteg vode. Te? Ige, možda je obeteg, da čok samo temperaturi. To je... Ha, to egal, ha, el kell menni, doktor. Sok szex, ugye? Nem. Az a baja, nem Norvina, mond meg neki? Ne, hát a nevim, Krev, Pítám a veterinár. Hallod, megkérdezem az állatorvos. Ne, ne znám, a... Ne. A treba da kajsis minit, kis prijim a doktor. Dobre. Jo, egy dumit. Rozumim. Rozumim, hallod? Rozumim. Egy ilyen zavillát, ez a Lajos,
Ez nem tesz neki túlszokat. Melyik? Milyen csi? Körül. Ja, a csukló. Ja? Ha hagynod, mindenki jó volt, ezer nekem ilyen. Hát ez az. Milyen nyer... Na jó. Na ügyessen haza.